2013-ban az egyik éjjel csörgött a vezetékes telefonunk, azt hittük, hogy valamelyik szülővel vagy nagyszülővel van valami gond, hiszen kihívogatna minket az éjszaka kellős közepén. Áltam a 8 hónapos terhes párom mellett, aki kérdőn nézett rám, miközben azt hallgattam a telefonban, hogy beverik a pofámat, ha nem szállok le a témáról, és nem törlöm az építkezős fórumokból a hozzászólásaimat. Nem én voltam az egyetlen, más építész kollega is kénytelen volt ezzel kapcsolatos blogposztját veszedni, mert kapott fenyegetést és felszólítást. Vidám dolog volt már akkoriban is a tanácsadás, pedig hol voltunk még a mostani Facebooktól, TikToktól és társaitól. Sziasztok, Könkel vagyok, beszéljünk egy kicsit a hőszigetelő csodafestékről. Sokféle hőszigetelő anyag van a piacon, laikusok számára néha nagyon nehéz eligazodni közöttük, hogy melyik mire, hová való és miképpen kell használni. Keresgélés során óhatatlanul bele fogtok futni az évek alatt többféle név alatt feltűnő hőszigetelő csodafestékekbe, ami a leírása alapján csodálatos eredményekkel kecsegtet. Tételezzük fel, hogy a leírt tulajdonságok igazak, a feltüntetett hőszigetelő értékek pedig a valóságot tükrözik. Minden szigetelőanyagnak van egy lambda értéke, ami a hőátbocsátási tényezőt tükrözi. Ez egy olyan számadat, mint az autóknál a fogyasztás minél kisebb, annál jobb. A homnozati hőszigetés körében nézzük meg pár konkurens anyagot. Normál hungarocel, mindenki ismeri, ez a falra rakható EPS 80-as, ennek a hőszigetelő lambda értéke 0,044. Grafitos EPS, XPS, illetve a vakolható kőzetgyapot értéke az ennél 20-25%-kal több, tehát 0,033. A, a paplan, ez 0,013, tehát negyede annak, amit a sima fali hungarocell tud, magyarul négyszer jobb. Ez egy elképesztően drága anyag, nagyon speciális helyekre szoktuk használni, hőhídmentesítés általában. Lesz róla nem sokára videó, mert ö, használtam már pár helyen, utána hőkamerával megnéztem, tényleg működik, tényleg nagyon jó. A hőszigetelő csodafestéknél különböző értékeket lehet találni, de 0,002, ami az azt jelenti, hogy 20 része a normál homlokzati hőszigetelő hungarocelnek. Hangsúlyozom, hogy ezeket most tekintsük valósnak, ezeket a lambda értékeket. Egyébként mindegyik terméknél van e, tanúsítvány, ami igazolja ezt a lambda értéket, felsoroltak közül, kivéve egynél. A hőszigető csodafestéknél azt írják, hogy maximum 3 mm vastagságban szabad felvinni, ezt is fél milliméteres rétegekben, 24 órás száradásokkal, tehát optimális körülmények között ez 6 napi folyamatos felfújást jelent. A hűszigetelési értéket két adat szorzata adja meg, ez a már korábban említett lambda érték, illetve magának a hőszigetelésnek a vastagsága. Tehát minél vastagabb egy hőszigetelés, annál jobban a hőszigetel, gondolom ez evidens. A 3 mm csodafestéknek 7,5 és fél 8 cm sima hungaroczál felel meg, vagy alkolható kőzetgyabottból 5 cm, vagy az arra 2 cm. Ennél a csodafestéknél 10-11 ezer forintos literenkénti árat lehet találni a neten keresgélve. Az alkalmazás technikai útmutató szerint ö, 3 mm a orszagságnál 3 liter kell négyzetméterenként, azaz kb. 30 ezer forintba kerül fal négyzetméterenként ez az anyag. Anyagárban csak. Ezzel szemben a 8 cm hungaracel homlokzati LPS hőszigetelés, az körülbelül 5000 forint anyagárban, amiben benne van ragasztó, a hőszigetés, hálózás, élvédők dűbelek, indítóprofil, színezés, minden. Munkadíjjal, álványozással minden együtt 20 ezer alatt vagyunk négyzetméterenként. Ha nézzünk ehhez képest egy 15 cm hungaracel hőszigetést, ami manapság tényleg jónak számít, akkor ez is 20-21 ezer forintos felület négyzetméterenként járba belefér. Ehhez képest, ahogy az előbb említettem, 30 ezer forintra jön ki a hőszigetelő csodafesték. Úgy, hogy az a 3 mm-nyi csodafesték, az csak, idéziesen csak 8 cm hungoracel hőszigetelésnek felel meg. Az aerogélnél, ami egy rendkívül drága anyag, ö, kb. 40 ezer forintra jön ki a négyzetméter centiméterenként, Cserébe ez a termék bizonyítottan tudja azt az értéket, amit ígér, ahogy említettem, lesz róla a videó későbbiek során. A csodafesték melletti érvként hozzák még fel, hogy átszellőzik, nem zárja be a falba a nedvességet, stb. Ezeket sem megcáfolni, sem megerősíteni igazából nem akarom, és nem is fogom. Tételezzük fel, hogy minden igaz, amit leírnak róla. A régi meglévő épületeknél érhetné meg ez a csodafesték, hogy ne kelljen utólag szenvedni az utólagos homlokzati hőszigeteléssel járó plusz dolgokkal, ereszbontás, párkányok kiszedése, nyilázárok cseréje, mert nincsen hely a beforduló hőszigetelésnek. Rá kellene fújni több rétegbe ezt a hőszigetelő csodafestéket, és már meg is vagyunk. probléma csupán az, hogy ez a csodafesték nem minősített hőszigetelő anyag, a korábban idézett lambda értékre nincsen bevizsgált, független laborvizsgálat, semmi tanúsítvány, semmi amit egy korábbi elnevezésű ilyen csodafestéknél láttam émi adatlapot, mert lobogtatták egyébként, hogy van émi adatlap, igen, reflexziós festék volt ráírva, nem pedig hőszigetelő festék. Kettő között óriási különbség van. Az autók fogyasztására visszaugorva, a fogyasztás csökkentő adalékszerek és üzemanyagcsőre rakott mágnesek és egyéb bizbaszok hívőinek tudom ajánlani ezt a festéket, a többiek gondolkozzanak egy kicsit.